Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves meghívottak! 2014. október közepén, ugye 10 éve annak a szomorú napnak, hogy Kovács Géza eltávozott, és fizikailag nincs közöttünk. Amikor erre az emléknapra készültünk, átnéztem néhány Gazsival kapcsolatos dolgot. Engedjék meg, ugye ez nagyon sokunk számára, ugye Kovács Géza az a Gazsi. És a feljegyzések papírok közt kutatva eszembe jutott egy Zilahi egyperces, mikor halt meg Kovács János. Ez az egyperces egy nagyon érdekes történetet ír le, egy névtelen asztalos segéd halálát, és azt a folyamatot követi, amikor Kovács János ténylegesen eltűnik. Amikor meghal az asztalos mester, meghal a házi nénie, meghal a nővére, meghalnak az utolsó katonacimborái, és hogy a kép teljes legyen, ilyen fejfájáról és a sírjáról ellopják a fejfát, az anyakönyvi kivonat tűzvész áldozata lesz, és mindennek tetejébe, vagy 3-4 évtized után egy ifjú ügyvéd, amikor rendet tesz apja hagyatékába, talál egy elismervést. Alulírott Kovács János, átvettem két szék kárpitozásáért 4 koronát. Ez szétépi, eldobja, végül a szél elfújja. Tehát ez az a szomorú történet, amikor fölteszi az ember magába a kérdést, hogy mikor is hal meg, mikor tűnik el az emberek emlékezetéből, képzeletéből, és megerősödött bennem az a hit, hogy azért vagyunk, hogy őrizzük azoknak az emlékét, akik tettek a közösségért, akik életükbe azon munkálkodtak, de Kovács Géza esetében, hogy diákok százait neveljék. Kovács Géza abba a szerencsés helyzetben volt, hogy tanított, nem csak tanított, hanem kutatótörténész is volt. Munkáit könyvek sorozata őrzi, úgyhogy meggyőződésem, hogy Kovács Gézáról sokáig fogunk, és annak utánunk is beszélni. Mindenképpen a fő cél az, hogy sose tevődjön föl az a kérdés, mikor halt meg Kovács Géza. Kovács Géza mindig köztünk van, és köztünk is kell, hogy maradjon. Ennek az apropóján hirdettük meg már egy évvel ezelőtt, hogy 2014. október 3. a Szabadságszobor Egyesület Kovács Géza napot fog ünnepelni, emlékezni Kovács Gézáról, és jól tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy ez a Kovács Gézáról alkotott kép teljes legyen, nem elég Kovács Gézáról a tanárról, pedagógusról beszélni, nem elég Kovács Gézáról a kutatóról, a kutatótörténészről beszélni. Kovács Géza ennél sokkal több volt, és ezt nagyon jól fogta meg az az ötlet, amit Réhon József egykori kollega és barát ölelt fel a Kovács Géza baráti társasággal, és épp ezért úgy gondolom, hogy ez a nap akkor lesz kerek, ha bemutatjuk ezt a társaságot is, hogy mit tesz ez a társaság azért, hogy Kovács Géza a
Spiller, a játékos emléke is úgy maradjon fönn, ahogy ő él. Hát én elsősorban ugye azt szeretném, hogyha Kovács Géza emlékét mindannyian megőriznénk, továbbadnánk. Ma a fő hangsúly Kovács Géza, a történész, a kutató történész munkáján lesz. Ezért meghívottaink a Békés megyei levéltár munkatársai, illetve a hölgy Héja Julianna, aki földolgozta Kovács Géza hagyatékát, és Erdész Ádám, a levéltár igazgatója. Érdekes előadásukkal hozzá fognak járulni ahhoz, amit el szerettünk volna érni. Két gondolat még arról, hogy hogyan kerül a Gyulai Levéltár és Kovács Géza a mai nap műsorába. Kovács Géza életében még nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi legyen a hagyatékával. A hagyaték, amely egy komoly tudományos munka eredménye, az ő kérése az volt, hogy közkincs legyen, levéltárba kerüljen. Mivel ugye annyira bízunk az itteni levéltárak hozzáférhetőségébe, hogy jónak láttuk egy kicsit messzebb vinni Gyulára, és nagyon örültünk annak, hogy a Gyulai Levéltár munkatársai igazgatója partnerünk volt. Hát a hagyaték földolgozását a Héja Julianna fogja bemutatni, az igazgató pedig egy igen izgalmas előadással Márki Aradjáról fog beszélni. A műsorunk, tehát a délutánunk befejező része pedig úgy szintén egy évforduló, egy sokkal szomorúbb évforduló, az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára Új János Kovács Géza tanítvány, helytörténész írt egy könyvet, az első világháborús emlékművek Aradon és Arad megyében. Kérem szépen, fogadják szeretettel az előadóinkat, vendégeinket, és mindenkinek egy kellemes délután. A kedves vendégeim, tisztelt hallgatóság, barátaim, úgy nézett ki, és azt reméltem, hogy ma én is így meghúzódva szépen nyugodtan emlékezhetek a 10 éve elhunyt barátunkra, mert ilyenkor ősszel, mikor ránk tör és megijeszt az őszakon, nem búzok bennem sem a nyilvánosság előtt való szereplésnek a vágya, és azt sem érzem, hogy a szellemi energia túltengene bennem. Viszont megtiszteltetés volt Király András államtitkár úrnak a felkérése, Kovács Géza emlékei serkentetés, hát gondolom, hogy valami energiát sugároznak nekem a jelenlevők is, úgyhogy megpróbálom a mai feladatomat teljesíteni, előadásról szó sincsen, egy rövid beszámolóval szolgálhatok csak. A Nyugati Jelen Kovács Géza baráti társasága az van, úgy lett, és 15 hónapja a Takaréklángon is, de a Nyugati Jelen támogatásában, Nyugati Jelen jóvoltából működik is. Nem lett az, aminek kigondoltuk, aminek szerettük volna, nem reformálta, nem újította meg a jó értelemben vett aradi polgári és kispolgári életnek azokat a szegmenseit, amire mi gondoltunk. Egy szerény presztízsű társulatként, társaságként próbálja és keresi a helyét az egyre erősödő magyar közéletben. Mi az, amit abból mi kikanyaríthatunk? Egy kicsi játék és egy pici sport. Volt 2 asztali teniszverseny, lebeg egy sakszimultán, egy fapados kirándulás és egy közös, mondjuk úgy emlékvacsora. Egyelőre még lebeg.
nem vagyunk erőszakosak. Mind a mai napig nem iktattuk be vezetőinket, Kurjakó Péter a Nyugati Jelen igazgatóját, Kukla Évát, Szabó Kukla Évát és Ránk Pistát, egykori gazdi diákokat, de ők úgy a háttérből szerényen azért teszik a dolgokat. Egyetlen egy dologgal jellemezném a társaságot. Annyira civilek és annyira ártalmatlanok vagyunk, hogy ha netán a nemzetbiztonságért aggódó szervek vagy személyek felénk is figyelnének az energiájukat, nagyon-nagyon fölöslegesen bazdulnak el. Kár érte. Különben a tevékenységünk egyetlen szintere a gazdaság. Jószerével az egyetlen szintere a gazdaság. Nem szeretném részletesen leírni, mert bármikor leírhatnak kedden, délután, akár hétfő este is, hogyha sakkozni akarnak. El kell mondanom azt, hogy az asztalok nem mozdíthatóak, nem ideálisak, a székek már kényelmesek, a világítás kitűnő. Ha kell, fűtenek, takarítanak utánunk, mindezt ingyen a jelenház új passziójából. Ha 25-en vagyunk, akkor már telt ház van. 30 még belefér. Ha ne találtán többen jönnének le, akkor is van megoldás. Úgyhogy senkit soha nem fogunk elzavarni. Hát mi is történik ott tulajdonképpen? Van sakk, van kártya, van römi, van zenehallgatás időnként, legykálkodunk is, jeles napokon kocintunk, egyszer használatos ilyen műanyag pohárral, és ami mindig jelen van, az a hangos kacagás nevetés, amit bárki megirigyelhet a jelenlevő, főleg pöltagoktól. Mi az én szerepem? Én vagyok a klub öreg klímere. Önök nem ilyen kávéház látogató emberek. A klímer azt jelenti, hogy olyan kibic, akit a játékosok megfizetik. Tehát, mert szerencsét hoz egyiknek vagy a másiknak. Ha nem az egyiknek, akkor a másiknak. Na most időnként én is ott kibicelek, beleszólok, be is ülök, és alkalomattán megkínálnak egy pohár pálinkával, egy kólával, sóssal, ritkában édes tésztával is, pénzt azt nem adnak, attól tartanak, hogy nem fogadom el. Úgyhogy azért valahogy megoldjuk a dolgokat. Néha, ő ugyan azt gondolja, hogy gyakran, megtisztel bennünket jelenlétével Bognár Levente a polgármester. Ő egy óriási tépfitbe él. Azt gondolja, ha 30 percre kizökkenti magát falsúlyos közéleti tevékenységéből, és lejön a klubba, ő ott meg fog tanulni kártyát. Magyarázom neki, hogy ez évek kellene. Azt is jó tudnia, a saját bőrömön tapasztaltam, hogy aki nem tanul meg jól, fejben, gyorsan 82-ig számolni, az lehet jó polgármester, lehet sikeres politikus, elismert közgazdász, gazdag bankár, de jó alsójátékos. Tartson magadat. És hogy jellemezzem azt a demokráciát, ami itt nálunk van, a következő történetet mondom el. Arad egyes számú sakkozója, ennek az iskolának volt a diákja, a román tagozata nyert, időnként lejön a klubba, és ő is igyekezett alsózni, nem sakkozni, alsózni tanulni tőlünk, és egyszer képtelen volt visszafogni a megdöbbenését, és a következő dolgot sukka fülembe. Elképesztő. Lejön ide hozzátok a város egyik első embere, a polgármesteretek, és ti kifizettetitek vele a kávéját, meg a sörét. Hát ilyen körülbelül a hangulat, úgyhogy erre lehet mindenki elkészülni. Na most a társaságnak és a klubnak van egy szócsöve. A havi hangos harsona. Ahogy a nevében is benne van, havonta egyszer jelenik meg, színesben. A szabályterjesítő kivételtől, ha eltekintünk, akkor mindig
pénteken. Történik mindez a Nyugati Jelen főszerkesztő nőjének a jóvoltából. Cenzúra nincs, egy nagyon puha öncenzúra van, minden marhaságot bejött. A megjelenése, a tartalma, úgy ahogyan van ez az egy oldal, úgy a megítélésem szerint a magyar nyelvterületen, én nem azt mondom, hogy a legjobb, de mindenféleképpen egyedi. A munkatársai, bármelyik lap felvenni munkatársnak, meg is fizetni őket. A ha-ha-ha oldalát valamennyien honorárium nélkül szerkesztik. Ezzel az egész oldalról csak egyetlen egy baj van, hogy ennek ellenére és mindez ideig egyetlen egy harsány elismerő szó sem hangzott el az oldalunk felé. És legalább én ismerjem el azoknak, akik írják és segítik, hogy azért nem rossz, amit csinálnak. Na most még mindig nem akarom komolyra fordítani a szót, de ilyenkor ősz van, ilyenkor ősszel az ember nehezen viseli el a borongós hosszú délutánokat. Klubtevékenység sajnos csak egyszer van, van viszont karosszékem, van meleg lédem is, és vannak üvegeim, amik általában nem üresek. És akkor leülök. És akkor úgy tűnik, hogy megszólal az előszoba csekkője. Nyilván akkor látogatói. És töltök, nem veszem figyelembe a mondjuk úgy, hát megalapozatlan tiltakozást, amikor hallom, hogy mások, én még töltök. Ki ő? Úgy neveztem el, hogy a mindig várt vendég. Hát ő a gazda. Most kaptam egy fülest, a két kártyás vagy három kártyás asszony a klubból, szerdán kimentek a felső temetőbe, minden felkérés és minden külön értesítés helyett, és két-három órás jókedvű, de kemény munkával rendbe hozták a gazi sírját. Arra kértek, hogy továbbítsam és mondjam, hogy ha adandó alkalommal ezt szóba lehet hozni, akkor próbáljuk megoldani azt, hogy a gazi sírja állandó jelleggel igazi sírkerté válni. Csináljuk ezt civil kurázsival, igazi civil kezdeményezésként. Nem különösebben kristály optimizmussal, de erre gondolni lehet. Én köszönöm, hogy meghallgattak. Még annyit mondanék el, hogy én félreértettem Király András államtitkárt. Azt hittem, hogy nekem gazsiról kell itt beszélni. El is készültem, de a újságból megtudtam, hogy más a feladatom. Azokat a szép dolgokat, amiket ugye kigondoltam, azt majd elolvashatják a ha-ha-hának az októberi számában. Amit olvasnak benne, azt én komolyan gondoltam és komolyan írtam. Na most lévén én írtam át, tudom, hogy az emléktetésnek hát komoly szerepe van, és van itt nekünk valami, ez a klub napló, ennek az otromba terjedelmének is oka van. Én leteszem ide, bele lehet lapozni, gondatlanul, lustán, pontatlanul van vezetve, de itt van a 13 ha-ha-ha oldal, amiből minden kiviláglik, úgyhogy érdemes ezt elolvasni. Tehát ezzel zárnám, és még azzal a megjegyzéssel, hogy az a sírtakarítás volt minden valószínűség szerint ennek a kap naplónak a legkomolyabb bejegyzése. Még nincs benne, de be lesz. Na most van nekünk ilyen komolytalan dolgunk is, a tagsági könyvecske. Vidékkel lehet hamisítani, legalább lélekben érezzék magukat a Gazi Klub tagjának. El lehet oda is vinni. A 100. számot szeretnénk kikeresni a államtitkár úrnak. Tessék parancsolni. És Kövér Péter, hol vagy? Van neked ilyened? Na akkor vigyél oda is, és még akinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
akkori kollégának és Kovács Géza barátjának. Ugye Kovács Géza gyakran látogatott meg minket, és csak ennyit szokta mutatni a pohárban. Pontosan azért, mert Kovács Gézáról nagyon sokat és nagyon sok mindent lehet beszélni. Én azt javaslom, jövőre lenne 90 éves, és akkor tartsuk egy ilyen Kovács Géza remembert, és abban sok minden beleférik. Ma elsősorban azt szerettünk volna, ha Kovács Géza a kutató, ha Kovács Géza a történészről beszélnénk, mert ez az oldala mondjuk kevésbé ismert. Ezért föl is kérem a Békés megyei levéltár munkatársait, előbb Héja Juliánát, majd pedig az igazgató urat az előadásának megtartására. Úgy gondolom, hogy nehéz dolga van az előadónak, ha működése fő szinterén Aradon kell szólni a Kovács Gézáról. Itt ebben a városban és részben ennek az iskolának a falai között telt élete javarésze. Sokak személyes ismerőse volt az éppen 10 évvel ezelőtt elhunyt tanár, tudós, ember, barát, ahogy elhangzott mindenki gazsia. Jó magam személyesen ugyan nem ismerhettem, csupán a Békés megyei levéltárba Gyulára került irathagyatéka alapján formálhattam róla képet. Ennek a Kovács korpusznak alapján az előttem kirajzolódó tudós portré közvetítését szeretném most önöknek átadni, és ezzel kapcsolatos gondolataimat önökkel megosztani. Kovács Géza 1925. december 22-én Székelyudvarhelyen született. Alapfokú iskoláit 1936 és 1940 között az Ilaki Református Elemiben, gimnáziumi tanulmányait ugyanitt a Veselényi Kollégiumban folytatta. A múlt iránti érdeklődése már nagyon korán, ebben az időszakban megmutatkozott. Az iskolai értesítőkből az is kiderül, hogy az 5. osztályban a magyar történelmi versenyvizsgán jutalomdíjban részesült. A középiskolai évek alatt osztálytársával az író-szociográfus László Bencsik Sándorral diáklapot is szerkesztett. 1944-ben érettségizett, de a háború viszontagságai és a hadifogság hónapjai miatt csak 1946-ban iratkozhatott be a Kolozsvári Bújai Egyetemre. 1948-ban itt végzett történelem, földrajz és néprajz szakon. Tanulmányai befejezését követően közvetlenül a Gunda Béla vezette Néprajz Intézetben gyakornokoskodhatott. Ennek a nyitott, rendkívül közvetlen fiatal professzornak sikerült hallgatói körében a néprajz iránti érdeklődést felkeltenie, közös terepbejárásokat szervezett, sőt aktív gyűjtőmunkára is sarkalta hallgatóit. Az elért tudományos eredményeket pedig a társszerkesztésében Budapesten megjelenő rangos folyóiratban, az etnográfiában bocsáthatták közre a hallgatók. Kovács Géza is már 1947-ben megbízást kapott egy Gunda szemináriumon, a gyerekkorában meghatározó szerepet játszó helyszín Zilak mészárosai szókincs és szokásanyagának az összegyűjtésére. Hozzá hasonlóan a többi diáktárs, Kós Károly, Faragó József, Nagy Olga és Palkó Attila is aktívan bekapcsolódott ebbe az anyaggyűjtésbe. Valamennyien komoly veszteségként élték meg a történelmi sorsfordulást, amelynek a nyomán a professzor magyarországi tanártársaival együtt 1948 tavaszán kénytelen volt elhagyni a Bújai Egyetemet. Gunda Debrecenben kapott katedrát, ahol rövid időn belül európai hírű néprajzi tanszéket szervezett, de közben folyamatosan ápolta kolozsvári kapcsolatait is. Míg az ő ösztönzésére készült el Kovács Géza első nyomtatásban megjelent írása, egy román folklorista tanulmánykötetéről írt recenzió. Ez a könyvismertetés 1948-ban a már említett etnográfia hasábjain jelent meg. Egy évvel később ugyancsak az etnográfia hozta Kovács Géza első önálló, a szilárdsági népi űrmértékekről szóló szakcikkét is. Gunda Béla jelenléte közvetlen útmutatásai híján a biztató néprajzos indulás azonban megfeneklett,
S Kovács Géza a Kolozsvári Egyetem középkori történelmi tanszékére került, ahol 1948 és 1951 között Jakó Zsigmond asszisztense lett. A professzor felkérésére 1948-ban a Bomló-Zilahi C-rendszer sajátosságait vizsgálta meg. Tőle kapott megbízást 1949-ben a Szilágy vármegyei és a Zilahi levéltárak felmérésére. Az ott látottakról írt jelentésének is nagyon nagy szerepe volt abban, hogy Jakó Zsigmond 1950 nyarán egy munkacsoporttal kiszállt Zilahra, és a pusztulásnak kitett levéltári anyagot megmentették. A csapat tagja volt Kovács Gézán kívül néhány fiatal történelemtanár és levéltáros is. A II. Világháború utáni iratmentés kiterjedt a Hadady Veselényi, a Bonyhai Betlen család levéltárára, de gondoskodtak a zilahi fazekasok céleveleinek a múzeumba helyezéséről is. 1950-ben pedig a nagyváradi püspöki levéltár közép- és korabikori részét juttatták megfelelő viszonyok közé. Az ekkoriban a 40-es, 50-es évek fordulóján megismert és biztonságba helyezett iratanyag évekre szóló kutatási témát jelentett a fiatal Kovács Géza számára, bár 1951-től a tudományos munka évtizedeken át csak mint szabadidős tevékenység lehetett jelen az életében. Kovács Géza ugyanis kénytelen volt megválni Kolozsvári egyetemi állásától is. 1951-ben ugyanis Aradra helyezték, először a külvárosi Mosóci telepi iskolába került, majd rövid időre a tanítóképzőbe, végül 1954-től a Magyar Reál Humán Liceum tanára lett, és innen vonult nyugállományba 1986-ban. Teljesítménye, elért eredményei, különösen a kényszerű váltás figyelembevételével értékelődnek fel. Az 1950-es évek első fele nem csak Kovács Géza pályakezdése, hanem az erdélyi magyar történetírás egésze szempontjából is válságos időszak volt. A közlési lehetőségek rendkívüli módon beszűkültek, a cenzúra és a nyelvi nehézségek bénították a színvonalas munkát, sok tanulmány az íróasztal fiókok mélyén pihent. Az évtized első felében jórészt csak munkásmozgalmi írásokat és alkalmi jubileumi megemlékezéseket bocsáthattak közre. Az oldódás jeleként 1956-57-ben megjelent a Bújai Farkas és Kelemen Lajos emlékkönyv, és a háború utáni általános fejlődésnek megfelelően, ahogy Jakó Zsigmond fogalmazott, a menekülés egyik formájaként a cenzúra és a politika durva és szakszerűtlen beavatkozásai elől a társadalom, a művelődés és a gazdaság történeti kutatásokra helyeződött a hangsúly. A kijelölt úton haladt Kovács Géza is, aki a Bunda Pélától kapott rendszert és módszert, a Jakó Zsigmondtól elsajátított forráskritikát, igényességet és kitartást kamatoztatva kezdte el az 1940-es, 50-es évek fordulóján a Losonczy Bánffy család gazdasági iratainak a kutatását még Kolozsvárott. 1955-re már Aradon készült el a családi allódium 19. század elejé birtokrendezési kísérleteit ismertető primer levéltári forrásokon alapuló tanulmányával. Még ugyancsak a Kolozsvári Egyetemi évek alatt összegyűjtött könyvészeti és levéltári cédulaanyagból született meg Kovács Géza első monográfiája, a Zilahi céhek története. A kötet a bukaresti tudományos kiadó 1956-ban indított Gazdaságtörténeti tanulmányok című sorozatában 1958-ban jelent meg. Dankó Imre etnográfus szerint a könyv igazi értéke abban áll, hogy nem egyszerűen egy lineáris szervtörténetet kap az olvasó, hanem széles összefüggésrendszerbe ágyazva ismerheti meg a cégszokásokat, valamint a cégkötelékek fellazulásának a hátterét. A kötetből a néprajzi megközelítés sem hiányzott, Kovács Géza ugyanis írott források és idős kézművesek beszámolói alapján rekonstruálta 5 zilahi mesterség 18-19. Századi munkamódszerét, eszközkészletét és termékkínálatát is. A zilahi céltörténet megjelenését követő időszakot, a 60-as évek jó részét az Arad megyei és Arad városi forrásadottságok és forrás lehetőségek alapos feltérképezésével töltötte Kovács Géza. Ekkoriban inkább rövid terjedelmű újság- és folyóiratcikkek,
témába vágó részlettanulmányok jelentek meg a tudós tanár neve alatt, továbbá, mint a pedagógus pálya iránt is elkötelezett tanárember, pedagógiai oktatásmódszertani referátumokat írt. Az 1970-es évekre már Arad és a megye történetének elismert értő kutatójának számított, ahol Dózsa és Hórea hadai jártak című tanulmánykötetének recenzensei például külön kiemelték a szerzőről, hogy bár nem az aradi táj szülötte, munkája révén belegyökeredett a tájba, a katedra és a könyv embere. A Criterion kiadó 1967-ben indított népszerű tékasorozatában 1971-ben megjelent Erdélyi Jobbágyok panaszlevelei című újabb dokumentum válogatásában a Mária Terézia féle úrbérrendezéstől 1848-ig tett közzé 85 szívbe markoló paraszt folyamodványt. A bevezető tanulmányban itt is tankönyvbe illő pontossággal részletezte a jobbágyság rétegződését, a jobbágyi terhek és szolgáltatások típusait. Kovács Géza ezután a társadalom történeti kitérő után az Arad megyei települések vonatkozásában is elkészített egy az Zilakihoz hasonló 18-19. Századi kézművesipar történeti összeállítást. A román nyelvű monográfia 1974-ben Aradon jelent meg. A későbbiekben hosszú időre elkötelezte magát az ipartörténet mellett, megkezdte a C-szabályzatok szisztematikus összegyűjtését, amelyben 1978. szeptemberétől Binder Pál brassói történész volt a segítségére. Közös munkájuk a Céhes élet Erdélyben rövidesen megjelent, ami nagyon komoly adatgyűjtésre épült, ebbe még egykori kolozsvári egyetemi kapcsolatait is latba vetette, ő korábbi tanítványát, Tarisznyás Márton etnográfus néprajzkutatót kérte meg a gyergyói forrásanyag összegyűjtésében. Végül is egy egyedülálló, a magyarországi C-kataszter előtt is addig ismeretlen C-privilégiumokat, C-uniós szabályzatokat felsorakoztató kötetet állítottak össze, ami belépőt jelentett a szerzők számára a nemzetközi tudományos életbe. Először meghívást kaptak a Veszprémi Akadémiai Bizottság nemzetközi szimpóziumaira, ahol Kovács Géza 1982 és 92 között három témába vágó előadást is tartott. A Veszprém szerepléseken kívül lehetőségeihez mérten bekapcsolódott a nemzetközi tudományos életbe. Elsősorban a tanítási szüneteket tudta kihasználni, ösztöndíjak és alapítványi támogatások kedvezményezettjeként rendszeresen kutatott a budapesti közgyűjteményekben, a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában például Márki Sándor levelezésére bukkant rá, de ugyanígy került figyelme előterébe több első világháború előtti erdélyi kötődésű történész és tudós irathagyatéka is. Ennek a nagy merítésnek a részeredményeit a Bukaresti Magyar Életet felvillantó forrás kiadványában hasznosította, nagy részben Veres Endre, Jancsó Benedek és a lelkész Kós Ferenc levelezésére építve. Kovács Géza a továbbiakban is fáradhatatlan szorgalommal folytatta a tudományos kutatást. A Magyarországos Levéltárban a Mária Terézia féle úrbérrendezés Bánságra és Körösök vidékére vonatkozó statisztikai adatait cédulázta ki. Arad középkori forrásait a 70-es-80-as évek fordulóján ő külföldi kutató útjain ismerhette meg. 1994-ben T. Mirei Klára pécsi egyetemi tanár javaslatára Kovács Géza Egyed Ákossal együtt meghívást kapott a Milánóban megrendezett 11. agrártörténeti kongresszusra, és bár a kiutazásuk végül meghiúsult, távollétükben is felolvasták tanulmányukat, amely rövid időn belül nyomtatásban is megjelenhetett. Ezt a Temesi Bánság 1718 és 1828 közötti mezőgazdasági fejlődését összegző alapművét a Csongrád megyei levéltár jelentette meg Szegeden. Ebben árnyalni tudta a bánsági betelepítések folyamatát, tervszerűségét és a térség gazdasági fejlődésének leglényegesebb mozgatórugóira is felhívta a figyelmét. 510 falu terjedelmes adatsorát rendszerezte
dolgozta fel, s tegyük hozzá mindezt hagyományosan, papíron, számítógép segítsége nélkül tette. 1999-ben a 150. évforduló alkalmából az aradi vértanúk előtt tisztelgett az Emlékezés Város című dokumentum és forrás válogatásával. Korábban még nem közölt írásokat, szépirodalmi alkotásokat szerkesztett egybe ebben az utolsó forrás kiadványában. A hátralévő években települési kis monográfiákat alkotott, az eltűnt Arad megyei település kataszter 2005-ös megjelenését azonban sajnos már nem élhette meg. A pálya végén, az ezredfordulón Kovács Géza közel 20 önálló kötet, számos tanulmány, több száz cikk szerzőjeként elismert, megbecsült aradi tudósnak, nemzedékek sorát szájra bocsátó pedagógus egyéniségnek számított. És hogy mire volt elég ez a teljesítmény, merre billen a mérleg nyelve? Egy, az erdélyi magyar tudományos kutatásokat az 1990 és 2001 közötti időszakból elemző felmérés szerint a vizsgált időszakban a humán és a reál területeket is figyelembe véve a történettudomány volt az egyik legrangosabb és legszínvonalasabban művelt erdélyi magyar tudományterület. A történész szakma ekkor összesen 33 doktori fokozattal rendelkező erdélyi magyar történész tartott nyilván, köztük az 1974-ben graduált Kovács Gézát. Többségük Kovács Gézához hasonlóan az újkort kutatta, leggyakrabban művelt szakterületük a gazdaság és társadalom történet volt. A történész doktorok több mint fele Kolozsvárot működött, amit a Város Magyar Művelődési Tudományos Egyetemi Központ jellege is magyaráz, a többiek viszont szellemi elszig egy-egy településen, amint Aradon is, egy legfeljebb két kutatóval voltak jelen. Jó részük kívülrekedt az egyetemről, kutatóintézetekből, és nem főfoglalkozásként, hanem mint általános vagy középiskolai tanár, szabadidős történészként művelte a történettudományt. Rendkívül kedvezőtlennek bizonyult a történetírókkor összetétele is. A vizsgálat szerint közel egynegyedük Kovács Gézához hasonlóan 70 évesnél idősebb volt, és aggasztónak találták a szellemi utánpótlás hiányát is. Az ezredfordulós tudományos körképpel egy időben, 2002-ben a stockholmi székhelyű erdélyi könyvegylet Erdély kövei című sorozata egyik kötetét a kortárs erdélyi magyar történettudomány jeles alapjainak szentelte. Ebben a Dávid Gyula szerkesztette kötetben a nagy nemzedék 20 képviselőjének az írását válogatták be. Kovács Gézától a 18. század végi tiszántúli parasztság helyzetéről írt összefoglalás került be. Nyilvánvaló tehát, hogy kutatási eredményeit a határon inneni és túli tudományos élet is elfogadta, befogadta. Személyét Dánieli Szendre szavaival élve a magyar tudományosság oszthatatlanságának a bizonyságtevőjeként értékelték. Pál Antal Sándor 3 évvel ezelőtti helyzetértékelésében pedig egyenesen az áll, hogy Aradon Kovács Géza halála után nincs igényes magyar történelemkutatás. Neve, művei hosszú időre be fognak épülni a történelmi, helytörténeti kutatások vérkeringésébe, hiszen írásai között sokat hivatkozott alapművek is akadnak. Az életmű, a történész hagyaték egésze, pedig a Békés megyei levéltárban várja Gyulán értő feldolgozóit. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek figyelmet! Köszönjük szépen Éja Júliánának a tartalmas előadást, és akkor fölkérem erdész igazgatóra, hogy tartanak ő is mondjuk hozzánk egy kicsit közelebb első előadását, ugye Márki Aradi a kezdetek. Köszönöm szépen! Tisztelt államtitkár urat, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy távozott és már köztünk nem lévő kollégára többféleképpen lehet emlékezni, lehet úgy, ahogy Héja Julianna kolléganőm tette, hogy felidézi életrajzának legfontosabb pontjait, felidézi munkásságának kiemelkedő csúcsait.
De lehet úgy is, hogy előveszünk egy olyan témát, ami számára kedves volt, amelyel sokat foglalkozott, és megpróbáljuk azt a témát bizonyos területen tovább gondolni. Én ezt az utat választottam, és az előadás témájául Márki Sándor, illetve Aradi kapcsolatait tettem meg. Kovács Géza természetesen sokat foglalkozott Márki Sándorral több okból is, hiszen Márki volt az, aki 1892-ben és 95-ben megjelentette azt a Márik példaadó Arad vármegye és Arad szabad királyi város történeti monográfiáját, amelyet mind Romániában a magyar történészek, mind pedig Magyarországon máig sokat idéznek. De nem csak ez jelentette a kapcsolatot Araddal, itt élt ő 9 éven keresztül, a gimnázium, a líceumnak a tanára volt, és azt követően is, hogy távozott innen, és a Csillaga szakmai pályafutása egyre magasabbra emelkedett, gyakran visszahívták ide, és a kutatási területein tovább is megmaradt Arad. Ez emellett, ahogy kolléganőm is említette, Márki a legaktívabb kapcsolatszövő történészek közé tartozott, óriási levelezést hagyott hátra, amerre megfordult, rendezett levélköteget maradtak utána, ezeket Kovács Géza is felfedezte, és valamennyit, elég keveset volt módja, közreadott ezek közül, ez a bizonyos bukaresti magyar történészekkel folytatott levelezés kötet a legnagyobb terjedelmű, de ennél jóval többet készített elő publikálásra. Tudott arról, hogy Márki Sándornak volt egy naplója is, de ehhez ő nem fért hozzá. Ez a napló annak idején a család egyik oldalági tagjának birtokában volt, és nem volt kutatható. Mára ez a napló kutathatóvá vált, sőt a kiadások kiadás előtt áll. Én Márki Sándor, illetve a napló Aradra vonatkozó bejegyzéseit szeretném előadásomban körbejárni. Hát ki is volt az a történész, aki ezt a mai példaadó Arad monográfiát írta? Márki Sándor a 19. század végén a tudomány színpadára lépő nagy történész generációnak egyik legkiemelkedőbb alakja volt. De itt egy nagyon fontos változás zajlott a magyar történettudományban, párhuzamosan és nagyon szorosan kapcsolódva a német és francia történettudományhoz. Ez volt az az időszak, amikor a krónikaírók átadják a helyüket a modern forráskritikára, forráskritikával dolgozó történészeknek. A új történészek immár nem a régi krónikákat vették elő, és nem azokból próbáltak egy újat formálni, mint az korábban történt, hanem beültek a levéltárakba, elővették az okleveleket, gazdasági iratokat, és megpróbálták ezekből a múltat rekonstruálni. Ennek a generációnak volt kiemelkedő alakja Márki. 1853-ban született Kétegyházán, az édesapja az Almási család tisztartója volt, ez egy igen nagy birtokkal rendelkező család volt, Biharban, Békésben, Hevesben rendelkeztek birtokokkal. Márki egy nagyon népes családban nevelkedett, fiatal korában átkerült a család sarkadra, ez volt az uradalom központja. 9 felnőtt gyermek érte meg a 9 gyermek érte meg a felnőttkort, és jellemző a családi milliőre, hogy ezek közül, a gyerekek közül, a fiúk, 7 fiú közül 5 diplomát szerzett, de még, és ez volt az igazán nagy dolog, mert ez ritkaság számba ment, a leányokat is tanították. Tehát a maga a kulturális tőke felhalmozódás óriási volt ebben a családban. Márki még a testvérei közül is kiemelkedett, szinte mániákusan vonzódott a betűhöz és az íráshoz. Szegeden van a több mint 10 méteres hagyatéka, ahol is megvannak a gyerekkori írománya is. Többek között 12 éves korában már kéziratos újságot szerkesztett a családja számára, az volt a címe a néplapok mintájára, hogy a magyar nép barátja, és ezt a jó néhány 8-10 példányban kézzel sokszorítósított újságot pár hadkrajcárosért árult a családtagoknak. Nem sokára a nagyváradi Ciszterciita gimnáziumba kerülve az igazi nyomtatott betűvel is megismerkedhetett. Ahogy mondtam, ez volt a történettudomány, a modern értelemben vett történettudomány születésének a pillanata, rendkívül érdekelte a múlt, az akkori nagy közönséget, a széles művel közönséget, hiszen ez volt a nemzeti identitás tudománya az irodalom mellett.
1868-ban indult egy új deákpárti lap Nagyváradon, Nagyváradi Lapok címen. A főszerkesztő azzal igyekezett népszerűvé tenni a lapját, hogy már az első számok egyikében meghirdette, hogy pályázatot hirdetünk Bihar megye történetének megírására. Néhány nappal később beállított hozzá egy 14 éves fiú, akkor negyedikes gimnazista volt, a mai 8. osztálynak felel meg, és hozott egy kézirat paksamétát, amelyet azzal adott át Sipos Árpád főszerkesztőnek, hogy ezt egy úr bízta rá, nem akarja a személyét felfedni, de azt szeretné, hogy elolvassa a főszerkesztő úr, és ha a pályázatnak megfelel, kezdje közölni. A főszerkesztő úr elolvasta, és néhány nap múlva már megjelent a Kett csináló főcím a lapban, hogy avatottól megírta Bihar vármegye történetét, nem sokára elkezdjük a közlését. Sorra jelentek meg a rövid újságcikkek a vármegye történetéről, de a főszerkesztő oldalát is rendkívül furta a kíváncsiság, hogy vajon ki lehet az a szerző, akit nem ismer, volt otthonos a Nagyvárad egy tollforgató között, és ilyen egészen tűrhető színvonalú munkát ad le. Addig szorongatta a gyereket, aki rendszeresen vitte be a cikkeket, hogy egyszer csak elárulta, már úgy az 5. közlemény körül, hogy bizony ő a szerző, és azért nem merte ezt odaadni a saját neve alatt, mert attól tartott, hogy ki fogják nevetni, és természetesen gyerekként nem közlik az írását. Hát ez egy olyan városban, ami azért meglehetősen átlátható volt, nagy szenzáció számba ment, és elterjedt az, hogy micsoda gyerek tanul itt a cisztercita gimnáziumban. Egy darabig még a tanárai is sanyargatták, hogy na vald be gyorsan, hogy melyik bátyát írta ezt a cikket. Hát kiderült, hogy ő írta, 21 publikációból állt ez a sorozat, és a vége óriási csattant, mert nagy politikai botránnyal ért véget, a reformkorban ért véget, ami akkor olyan közelmúlt volt számunkra, mint számunkra a 80-as évek, és megírta azt a történetet, amit Jókai is megírt, amiről Jókai a Közhívő ember fiainak azt a jelenetét mintázta, hogy Baradai Ödön hazaér a megyegyűlésre. Ez valóságban is lejátszódott Bihar megyében, 45-ben, azzal a különbséggel, hogy nem a jó oldal kerekedett felül, hanem a rossz, és ugye ott kiverték az ellenzéki szavazókat a megyegyűlésről, de Márki úgy írta le Horváth Mihály nyomán, hogy azoknak a hajdúknak, akik kiverték a reformpárti képviselőket, az volt a feladat, hogy az ellenzéki vezéreket akár agyon is üssék. Na hát ez okozta a politikai botrány, botrány ide, botrány oda, Márki ismert ember lett, lassan már Nagyváradon kívül is. Gondolnánk, hogy valaki, aki ekkora sikert hoz a iskolájának, azt nagyon megbecsülik. Meg is becsülték egy darabig. A történelem tanára még azt is kiárta, hogy egy, azaz egy aranyat adjon a szerkesztő honoráriumként a gyereknek. Igen ám, de történt valami. A következő évben a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel tették ki a szűrét az iskolából, azért, mert a önbizalma egy kicsit talán megnőtt, és az iskola önképzőköri lapjába humorisztikus írás keretében bírálta meg a akkoriban megjelent középiskolai iskolák számára kiadott minisztériumi szabályzatot, amely a iskola diákjai számára elég szigorúan előírta, hogy mehetnek színházba, és sok minden más. Márki jó humorú ember volt, ekkor már publikált az Üstökös, meg más humorisztikus lapokba, és hát itt egy kicsit elvetette a súlykot, és megijedtek a tanárai, hogy ha nem lépnek fel kellő erejjel a gyerek ellen, talán velük szemben lép majd fel Trefort Ágoston, magyar közoktatási történetében nagy nevet szerzett miniszteri. Kicsapás lett a vége, annyi kedvezmény kapott, 5. volt, azaz mostani első gimnazista, hogy májusban történt a lapfér, hogy úgy csapták ki, hogy abszolváltnak tekintették az 5. évet. Érezték, hogy itt valamit jóvá kellene tenni, üzentek az apjának, hogy
esetleg valami bűnbánó kérelemmel lehetne próbálkozni, de az apját ez az eljárás annyira felháborította, hogy nem is válaszolt rá, átvezényelte a gyereket más Nagyváradon tanuló fiait is Pozsonyba, amúgy is ez családi stratégia volt, hogy legyenek vagy két évet Pozsonyba, hogy megtanuljanak németül is, és ott végzett két osztály, egy osztály végzett Budapesten, a gimnazista korában, már évente egy nagy gimnazistaként 10-12 publikációja jelent meg országos lapokban, köztük a Századokban is, és megtalálta az utat Tali Kálmánhoz is, aki akkor vezető történész volt, úgy írta a naplójában, később már idősebb korában, hogy Tali volt az első a nagyfejűek közül, aki szóba állt velem, és valóban a pályáját végig támogatta, ő volt az, aki akkor jelölte majd jóval később az akadémiai tagságra, amit a valóban fel is vették. Következő állomása a Pesti Egyetem volt, földrajz történelem szakot végzett, 75-ben fejezte be az egyetemet, a publikációk sorozata ekkor is záporozott, de volt még valami, amivel kimondottan nagy presztist vívott ki. Másodéves egyetemi hallgató volt, amikor irodalmi értesítő címen elindított egy olyan lapot, ami egyszerre volt művelődés, történet és bibliográfia, ez két évig ment, amíg be nem hívták katonának az egyetem elvégzése után, ezzel a kora vezető tudósainak a figyelmét magára irányította. Teljesítette az önkéntes évet, még hadnagyi vizsgát is szerzett, 76-ban vagyunk, 1876-ban, és ahogy mindezeket a lépcsőfokokat megjárta, keresni kezdte az utat, hogy vajon hol is indíthatná el a pályát, tekintve, hogy Sarkadi volt, Nagyvárad jött szóba, Arad jött szóba, akkor éppen úgy, mint Magyarországon ma, a minisztérium irányítása alatt álltak a középiskolák, a minden középiskolai tanárt a minisztérium nevezett ki, pályázni lehetett, az iskola hármat megnevezett, és azok közül választottak ki, aztán olyat, akit kinevezett. Már kiismert ember volt, és a viszonylag friss, 1873-ban induló aradi gimnáziumban, 77. szeptemberében ő megkezdhette a pályáját. Hát ez egy ekkora városban, mint Arad, Arad akkor, mint egy 36 ezres város volt, 1891 mellett 42 ezres, nagy esemény volt, hogyha a polgári társadalomban egy új ember érkezett, Fábián Gábor már jó előre levelezett, és latolgatta azt, hogy vajon mit is fog hozni egy ilyen idegenről ide küldött ember, mint ez a Márki Aradnak. Megéri-e azt, mert neki is lett volna jelöltje, hogy a helyi jelölteket kiüti a nyeregből. Sajnos nem volt ideje az eredmény számba venni, mert 77-ben meghalt, minden esetben Márki ide érkezett. Innentől kezdve a naplónak adom át a szót egy kicsit, hát mi is volt egy fiatal embernek a feladata, amikor egy városba megérkezett. Először is az, hogy a maga társadalmi körében elfogadtassa magát. Azaz, hogy megismertesse magát, ami vizitek sorát jelentette, ami látszólag szórakozás volt, látogatás ide, látogatás oda, a valóságban egy rendkívül kemény munka volt, és nagy helyismeretet is jelentett, pontosan meghatározni azt, hogy hol is van az a kör, ahol ő elmegy Nobel-vizitre, kikkel óhagy kapcsolatot tartani, vagy milyen finom kis egyensúly működött. Nem ment el például a helyi lap az Alföld szerkesztőjéhez, de néhány nap múlva egy cikket beküldött jelezvén, hogy itt van egy szakmai, egy történeti tárcát. A lap főszerkesztője hetekig nem hozta le, mert hogy nagyon megsértődött azon, hogy Márki hozzá nem ment el vizitelni, vagyis azt kommunikálta felé, ez metakommunikatív módszerrel, hogy ő nem abba a társasági rétegbe tartozik, ahova a most megérkezett néhány. Amikor Márki erről értesült, beírta a naplójába, hogy Tiszti Lajos nem közölte a cikkemet, mert nem mentem el hozzá vizitelni, várja, hogy elmenjen. Na, azt várhatja. Magam pontosan nem tudom, hogy mi is volt az a finom kis distinció, ami miatt ez a főszerkesztő kiesett a aradi jobbtársaságokból, később is ekként nyilatkozik róla, noha az Alföldben publikál.
Megtörtént ez a bemutatkozás, és befogadták. Elég hamar elkezdett publikálni is, és itt Aradon történt valami az első nap az életében, ami szinte fenekestől felfordította a magán szféráját. Úgy jött ide, hogy egy budapesti leánynak, akihez gyakran járt a kor udvariassági szokásai szerint udvarolni Budapesten, szavát adta, hogy majd meggyökeresedik, akkor feleségül fogja venni. Ám mi történt Aradra érkezve? Az első nap, amikor augusztus 26-án idejött, épp egy esküvőn kellett részt vennie, egy gimnáziumi oktatótársa esküvőjén, és ott egy olyan nyoszorjú lány mellé tették, minden bizonyal nem véletlenül, aki hát szabályosan magába bolondította a fiatal professzor. A naplónak egy éven keresztül a fő hang, a fő vonala Juliska Spiltva Juliának hívták ezt a hölgyet, egy helyi mérnöknek, egy vasútnál dolgozó mérnöknek volt a leánya, és hát sok minden történik, nagyon szépen le van írva, hogy hogyan is ment itt az udvarlás, el lehetett menni vizitre, amikor természetesen a fiatalok kettesben nem maradhattak, mindig kellett lenni valakinek, de a társasági fórum az adva volt, például játékokat, zálogosdit lehetett játszani, ezt rendkívül érdekesen írja le, hogy hogy lehetett, mit kellett tenni a zálog kiváltásakor, például volt ilyen feladat, hogy 5 perc udvarlás, hát ilyeneket ragadott meg arra, hogy a szíve hölgyét maga felé fordítsa, de hát ez nagyon nem kellett olyan sokat dolgoznia, ám volt valami, ami őt nyomasztotta, hát ha egy férfi a szavát adja valakinek, történik hát bármi, ezt nem másíthatja meg. Ő maga is úgy érezte, de azt is érezte, hogy eddig csak képzeltem azt, hogy mi a szerepel. Mit volt mit tenni, megírta a szakító levelet, de annyira megviselte, 25 év körül volt ekkor, hogy az év végére szabályosan ágynak esik, olyasmivel, ami egy fiatalembert ritkán dönt ágyba, reumatikus fájdalmakkal hónapokig nyomta az ágyat, ez nem tért vissza, tehát egy valószínű, ahogy ma mondanánk, egy pszichoszomatikus betegséget élt túl. Ezen is túlestek, és a megismerkedésük évfordulóján megtörtént a házasság, ritka jó házasságnak bizonyult. 1825-ben a halál előtt néhány hónappal írta be a naplójába, hogy megköszönöm a jó Istennek, hogy ilyen feleséget adott nekem. Hogyan is élt akkor egy gimnáziumi tanár Aradon? Először is mennyi órát kellett tartani? Ő ezeket mind szépen feljegyezte. Amikor sok órája volt, akkor az 19 volt, de inkább 18 vagy 17, az én feleségem is gimnáziumi tanár, mondtam neki, hát irigykedéssel gondolt ezre a jó világokra, azt is írja Márki, hogy egy délután kivételével minden délutánom szabad, ő ezt elsősorban a történész munkára szentelte, elég sokat publikált ebben az időszakban, és hát az elején az a fizetés, amit kapott, nem volt olyan nagy, egy 1400-1800 forint, ha mire költött, akkor az jobban kiderül, hogy ez mennyit is ért. Ennek, amikor már megházasodott, mintegy 35%-át kellett a lakás bérére kifizetni, évi bérére. Először egy háromszobás, aztán egy 4-5 szobás lakás volt. 10-11%-ot fordított a cselédségre, hamarosan megszülető kislánya ifjú dajkájára, illetve, mivel ő egy tudománynak elkötelezett ember volt, 10-12% az évi jövedelméből mindig folyóiratokra, könyvekre ment. Minden évben pontosan januárban feljegyezte, hogy hány könyv, újság jár hozzá, olykor ez a 20 periódikumot is meghaladta, tehát valóban a internetet jóval megelőzően abszolút a maga világában otthonos volt. Nagyon hamar befogadták itt a társadalmi életbe, és nem véletlen, hogy a aradiak gondosan mérlegelték azt, hogy vajon ki jön ide Aradra. Az a humán értelmiségi réteg, főleg a tanárok, a város szellemi életének a kovásza jelentették.
Ők voltak azok, akik a Tölcsei Egyesületet megindították, ők voltak azok, akik az Erekje Múzeumnak a előkészületeit megindították. Számos olyan megemlékezés, emlékmű felé való előkészületeket elindították, amelyek a város történetében nagy jelentőségek voltak, és az egyik legfontosabb tevékenységük az volt, hogy a Tölcsei Egyesület elindította az aradi monográfia munkálatait, dicséri az akkori városvezetőket, Salac polgármester és Tabajdi Károly főispánt, az, hogy rendkívül a korabeli viszonyok között horribilisnek számító összegeket mozgattak meg arra, hogy azt a monográfia sorozatot, amelynek az aradi, amelynek a Márki-féle kétkötetés része, azt megjelentethessék, az idő őket igazolta, hisz 100 év múltán is ezek olyan kötetek, amelyek a történeti munkák hivatkozásaiban, de másutt is megvannak. Mik voltak a hétköznapi élet szinterei? Ott volt az iskola, a társasági élet szintere volt a kávéház. Márki, ahogy frissen megházasodott és nagyon erősen lobogott a szerelem tüze a lelkében, egy-két évig azt írja, hogy még kávéházba sem menjek, annyira az érzelmeket jobban nem lehet mutatni, de hát aztán eltelik egy-két év, visszaszokik a kávéházba, és aztán a kaszinóba is visszairatkozik, nagyjából az estét a magához hasonlóak között itt töltötte. Volt még az aradi társas életnek időközönként egy különösen fontos szintere, ezek pedig a szőlők. A módosabb családoknak Gyorokon, Muszkán volt nagyobb szőleje, ezek voltak az úgynevezett volnák, az ő apósának is mind Gyorokon, mind Muszkán. Az egyik 5,5 hold volt, a másik 1,5 hold. Ez annyira fontos és társasági esemény volt, hogy októberben, amikor általában a szünet elkezdődött, az iskolából adtak 3 nap szünetet a tanáruraknak, hogy ott lehessen. Mondanom sem kell, hogy nem ők metszegették le a szőlőfürtöket, arra ott voltak a fizetett szedők, hanem ez a társasági életnek a szintere volt, le is, ki is másoltam egy kis házat, ez a muszkai házunk volt, tulajdonképpen ez egy kis nyaralófélének és gazdasági épületnek felelt meg, több szobával, gazdasági épületekkel, és itt, ahogy kimentek ilyenkor, ugyanúgy, ahogy idehaza a vizitekkel, sorra látogatták egymást, Márki apósának az egyik szomszédja, az éppen Csiki Gergely, leány testvére és a férje volt, így aztán ott gyakran találkoztak Csiki Gergelyel is. Ezt a nagyon kellemes őszi szünetetnek az vetett véget, hogy a miniszter, a Schwabi Pál igazgatót elmozdított a gimnázium éléről. Ez is egy érdekes történet, nagyon annak idején a 70-es, 80-as években nagyon színvonalas tanári kar gyűlt össze itt Aradon. Ezek a nevek mára elsüllyedtek a múltban, talán Jancsó Benedeki ismert valamelyest Márki mellett, és ez a színvonalas és agilis tanári kar elindított a minisztérium oktatáspolitikáját nem egy ponton kritizáló középiskolai szemle nevű tanügyi folyóiratot, amely nagyon bosszantott a Trefort Ágoston, úgy látta, hogy az igazgató nem elég erős ahhoz, hogy elfolytsa itt ezeket a reformek kísérleteket, hát Tabajdi Károly főispán sem nagyon kedvelte ezt az igazgatót, aki viszont az aradiak szemében nagyon népszerű volt, ezért elmozdították Pécsre, akarták áthelyezni. Petícionáltak érte, elmentek Trefordhoz, nem volt hajlandó, aláírásokkal ellátott ívet is megjelentettek az egyik helyi lapban, ez nem jelent meg, az új igazgató megszüntette az őszi szünetet. Az volt az eredmény, hogy amikor az aradi polgárok tömeges aláírásukkal fordultak a minisztériumhoz, hogy tarthatatlan az, hogy az őszi szünetre sem mehetnek ki a tanárok, akkor 4 napot kaptak a továbbiakban. Nagyon sok apró kis mozzanat van még arról, hogy az új színház hogyan működött, főleg a Latiner világ társasági életéről, amely különösen vonzóvá teszi ezt a várost, és az látszik, hogy
Ebben a városban, ahogy mondtam, 1891-ben valamivel többen voltak, mint 42 ezeren. Népszámlálások szerint 25 ezer volt ebből a magyar, 2001 néhány száz a román, görögkeleti viszont 9 ezernél valamivel több, tehát alig, hanem ennyi volt a románok száma, 5600 a német, 1700 szerb. Itt egy nagyon békés együttélés volt, tehát akkor, amikor Vasile Goldist, a román, a Bukaresti Akadémia tagjává vált, akkor az összes többi tanár, ahogy azt ilyen esetben szokás, megünnepelték egy kellemes vendéglőbeli estét rendeztek a tiszteletére, és nagyon szorosan jó viszonyban működtek együtt. Márki különösen érzékeny volt román oldalra, meg is tanult könyvekből románul, volt egy könyve, az volt a címe, hogy Bihari Román Író, ami az ő személyét azután a későbbiekben megemelte, és ennek köszönhető, hogy Kovács Géza egyetlen dualizmuskori magyar történészként elég ügyesen meg tudott szerkeszteni, úgy értve, hogy ügyesen a Skillák és Karibiszek között mozogva, egy Márki kötetet, ami Testamentum címen meg is jelent, és olvastuk annak idején mi is. 86-ig tartott Márkinak az aradi időszaka, a személyes szálak egy kicsit lazultak, meghaltak a felesége, itteni rokonai, édesapja, a testvére, leánytestvére elköltözött, hisz, ahogy mondtam, a tanárokat a minisztérium helyezte ide-oda, és Márki időközben egészen komoly nevet szerzett magának, megjelent a Dózsa monográfiája. Úgy gondolta, hogy az akadémiai karrierjét, illetve az egyetemre való bejutását segíti a Budapestre, mert 86-ban megjelent egy pályázati lehetőség Budapestre, áttették a székhelyüket, ez 92-ig tartott, 92-ben jött el a nagy fordulat az életében, ugyan 7. próbálkozás után 7-szer jelölték az akadémiának tagnak, mindig megbukott, részben a Dózsa monográfiája miatt, részben a történészek közötti belharcok eredményeképpen ő esett ki, volt egy erős katolikus református szembenállás ekkor a magyar tudományosságban, ezt leképezett bizonyos akkori politikai vonalakkal, a Bécsi a szembeni, vagy Bécs melletti politikai vonalakat, minden esetre, amikor nem katolikus ajánlója lett, hanem a már emlegetett Tali Kálmán, 1892-ben akkor felvették az akadémiába, de még mindig csak 39 éves volt. Ugyanebben az évben megválasztották és kinevezték a Kolozsvári Tudományegyetem egyetemes történet professzorává, és az igazi pályája a legmagasabbra szökő pályaszakasz akkor kezdődött el 92-ben, rendkívül termékeny volt, monográfiák sokaságát írta, vagy kettőt említek meg, ő volt az, aki először megjelentette 3 kötetben Rákóczi Ferenc monográfiáját, máig használt mű ez, nyilván a kutatások túlhaladnak egy idő után egy-egy ilyen monográfiát, de máig hivatkoznak rá. A kutatók, ő írta meg először a 10 kötetes Magyarország története sorozatban a 48-49-es szabadságharc történetét, és rengeteg-rengeteg kisebb-nagyobb publikációja volt. A munkásságát számbavevő bibliográfia 1244 tétel számlál, és az derül ki mind a naplójából, mind a róla szóló irodalomból, hogy nagyon jól értett a diákok nyelvén, igazán azzal is nagy hatást gyakorolt, hogy a legjobb diákokat a magához tudta kötni, és későbbiekben is figyelemmel követte, és próbálta segíteni a pályájukat. Ha még azt is hozzátesszük, hogy az erejéből futotta arra, hogy elemi iskolai és középiskolai tankönyveket írjon, mint földrajzból, de főleg történelemből, akkor azt mondhatjuk, hogy egyike volt azoknak a magyar történészeknek, akik az 1880-as, 1910-es évek között a magyar történetű közgondolkodást befolyásolták. 1919-ben ugye a román állam átvette a Ferenc József Tudományegyetemet, ő nem ment el, úgy gondolta, ha lehet, akkor marad. Megpróbálkoztak egy úgynevezett felekezetközi magyar egyetem elindításával, ez inkább tanárképző főiskola volt, egy évig működhetett. Ahogy ezt ellehetetlenítették, gyakorlatilag betiltották,
akkor ő is a már Szeged felé tartó Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet követte. Nagyon megviselték ezek az évek. A naplójában azt olvasni, Magyarországra érve találkozik egy régi tanítványával, aki megdöbben azon, hogy néz ki, és azt mondja, hogy ez a tanítványom azt mondta nekem, hogy az elmúlt évben 10-12 éve öregedtem. Valóban az élete innentől fogva már nem túl hosszú, tanít, gyakorlatilag 1925-ig, akkor egy rövid betegség után éri a halál. Emléke megmarad, ugye egy emberöltő eltűnik, és a legnagyobb történészek munkássága is nagyjából kezd a könyvtárak polcaira lesüllyedni, csak a szakkutatók használják. Éppen azért, mert ő nagyon sokat foglalkozott a középkori és későbbi parasztmozgalmakkal, a magyar historiográfiának egy plebejus radikális kánonja végig úgy tekintett rá, mint az elődjére, és nagyon hosszú ideig hivatkozta rá. 90 után nem egy új munkája megjelent, most már a munkák ugye nem újra megjelennek, hanem a magyar elektronikus könyvtárban válnak olvashatóvá, tehát elég sok olvasható már. Én úgy gondolom, hogy ma is érdemes ezeket a köteteket figyelembe venni, és nagyon remélem, hogy hamarosan, amikor ez a napló, legalábbis az első kötet megjelenik, az aradiak számára is sok újdonságot fog hozni. Köszönöm szépen a figyelmet! Magas előadását én még hallgattam volna, mert ugye ez az az arad volt, amit igazából mi is legjobb olvasmányainkból ismerünk. Két név viszont, ami ugye élénken él bennünk, ugye Márkin kívül, az egyik a város 26 évi irányító polgármestere, Salasz Gyula, illetve Fábián Gábor. Hát az élő emlékezés egyik bizonyítéka, hogy mind a két személyiségnek sikerült mellszobrot állítanunk. Fábián Gáboré a református templom előtt áll, Salacé pedig a mostani és a volt Salac utca kereszteződésénél. Tehát tovább lépnénk akkor, és következik Új János könyvének a bemutatója. Még csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a Kovács Géza emléknap délelőtt kezdődött, mégpedig fiatal történészek, fiatal helytörténészek találkozójával, amely egy igen jó alkalom volt arra, hogy hét vidék iskolánk és a csiki diákjai bemutattak egy-egy mozzanatot, vagy egy-egy elmúlt foglalkozást az ő tanuljukból, tehát ez is része az egyesület munkájának, a helytörténet és a fiatal helytörténészeknek a bátorítása, és akkor következzen az a tanítvány és helytörténész, aki szorosan kapcsolódik Kovács Gézához, Új János. Tehát engedjék meg, hogy a könyvet bemutassa Horváth Levente, és akkor a szerzőt megkérdezik. A szerző szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, hogy stílszerű legyek. Azt kell mondjam, hogy egy szép új könyvet tartok a kezembe, és örülök, hogy folytatni tudtuk azt a hagyományt a Szabadság Egyesület részéről, amikor Aradhoz kapcsolódó aradiak által írt könyvet tudunk megjelentetni. El kell mondjam önöknek, hogy a téma az ugye időszerű volt a megemlékezés kapcsán, de ugyanakkor a mód, hogy ennek a bemutatására és ebben a minőségben mi próbáltunk készülni, az szerintem meghaladja azokat a korábbi minőségeket, azokat a korábbi standardokat,
amelyeket ehhez hasonló kiadványok próbáltak megfotolni. Azt hiszem, 6 évvel ezelőtt egy igaz nem első világháborús emlékműnél azt mertem városon, hogy a hősöknek nincs nemzetiségük, a hősök meghaltak, teljesen mindegy, hogy melyik oldalán álltak az illető barikádnak vagy lövészároknak, áldozatot hoztak, jár nekik az emlékmű. Új János az első világháborús emlékműveket vette számba Aradon és Arad megyében. Le vannak fényképezve. Ugye, ha végiglapoznak a könyvben és megnézik a képeket, első ránézésre talán az volna az embernek a gondolata, hogy ugye hát művészileg hagynak maguk után kívánnivalót, de véleményem szerint, szerintem az elhelyezői azok szempontjából is, akik állították ezeket az emlékműveket, nem a művészi erény és a művészi érték volt a cél, hanem pontosan az, ami a mi kiadványunknak is, és pedig, hogy egy mementót állítson. Mementót állítson az utókornak, azokról az emberekről, akiknek a képei itt a háború, hát hogy úgy mondjam, nem véres pillanataiban játszódtak, hiszen ebben a könyvben nem látunk hadvezérekről, győztes üdvrivargásban levő vezérekről képeket, hanem olyan pillanatfelvételeket próbáltunk a háború talán, hát úgy mondjam, árnyaltabb, kevésbé negatív oldalról bemutatni, amelyek jellemezték az akkori bakáknak az életét. Ami túl volt a lövészárkokon, illetve nem véres csatazajról, puskadörgésről szólt. Egyfajta mementó ez a könyv azoknak a Király András által is említett eltűnt Kis Jánosoknak, akikről talán eddig még név szerint nem is tudtunk, hogy voltak, és Arad megyében, Arad környékén haltak meg, illetve a fronton. És én köszönöm szépen Új Jánosnak, hogy foglalkozott ezeknek az emlékműveknek a feltérképezésével, végiglátogatta. Jó magam a nagy részét én is meglátogattam, amikor az ominózus borossebesi műemléklátthelyezés botránya volt. El kell mondjam, hogy strukturális szempontból a könyv egy érdekes előszóval indít, Király András előszavával, mely megpróbálja nagyon röviden történelmileg a történelem tanár szemszögéből rávezolni az első világháborút, majd következik az a rész, amely bővebben kitér az emlékművekre. Ami a fotóanyagot illeti, egy-két igazán kuriózumnak számító dologról is van fényképünk. Azokról a jelvényekről, illetve úgy mondjam, névjegykártyákról, névjegykártyatokokról, amik igencsak ritkaság számban minősülnek, hiszen nagyon sokunknak biztos, hogy családgyerekeként vannak megőrzött dolgai a második, akár talán az első világháborúban is, de azért ilyen ritkasággal kevesen bírnak. Még egyszer köszönöm szépen, és átadnám akkor a szót Új Jánosnak. Mindenek előtt Réhon tanár úrnak szeretnék válaszolni. Azt kérdezte, hogy tegnap miért álltam föl annyiszor. Hát hallva ezt a csepegést, rájöttem arra, hogy az indiánok nagyon, de nagyon jó pszichológusok voltak. Ez 2,5 órán keresztül hallani, ez egyszerűen nem tudom, hogy ki az, aki ezt kibírja. Na azért álltam föl. Most is 1,5 órája megy. Na, ez csak úgy bevezetőleg. Szeretnék valamit minden első pillanatban leszögezni. A könyvet most láttam először, tehát én leadtam a kéziratot, és azóta a könyvet és a kéziratot se betördelve, se anélkül nem láttam, úgyhogy számomra is újdonság. Egyetlen egy dolog, ami megdöbbentett, és hogyha nem így van, akkor már eleve elnézést kérek.
Hiányzik egy olyan rész, amelyet leadtam. Nagy Gizellának volt egy szenzációsan jó gyűjtése benne. Leadtam a kéziratot, és mintha nem láttam volna a szöveget benne, úgyhogy nem az én hibám az, hogyha kimaradt valami. Na, de most mondjak néhány mondatot a könyvről. A megkezdés előtt megkérdezték a televíziósok, hogy mióta foglalkoztatott ez a téma. És mondtam egy évszámot, amelyet lehetséges, hogy a feleségem is elfelejtett. 1966-ban, amikor egy országos körúton voltunk nyáron, egy rendkívül olcsó körutazás volt abban az időben a CFR-en. Három helyen meg lehetett szakítani, és fantasztikus olcsón lehetett körbejárni az országot. És eljutottunk Csíkszeredába, onnan mentünk Csíkdelnére, és amikor mentünk Csíkdelnére, akkor arrafele egy autóbusz megy, Csíkpálfalváig ment az autóbusz, utána gyalog kellett menni. Csíkpálfalván leszálltunk az autóbuszról, és előttem egy csodálatos első világháborús emlékmű, magyar katona egyenruhában egy szobor, abban az időben, 1966-ban, amikor mifelénk abban az időben, március 15-e után a Securitate csak azért szállt ki tornyára és kérdezősködött jobbról-balról, mert valószínűleg egy gyerek ilyen kicsi ficuikán a nemzeti dalnak egy-egy strófáját kiszegezte, egy gombostővel oda tűzte egy-egy utcasarokra. Tehát nálunk egy ilyenért cirkuszt csináltak, ott minden további nélkül mesélték, hogy megemlékeztek az első világháború kitöréséről. Na, én azt mondtam akkor, hogy Isten adná, hogy egyszer nekem lehetőségem legyen arra, hogy Arad megyében feltérképezzem az első, illetve akkor még Arad rajonban, mert 66-ban volt, Arad rajonban feltérképezzem az első világháborús emlékeket. Na hát ezt 1990-es években lehetőségem nyílt rá, és szeretnék néhány olyan dolgot elmondani, amelyet azt hiszem, hogy kevésbé ismernek. Nem térek rá, mert benne van a könyvben az, hogy a magyar kormány hogyan adta ki a rendeleteket, milyen formában lehetett emlékművet állítani. Aradon az első emlékmű, amely megjelent, és most Bélus, légy szíves, ha lehet. Lányos zavaromban különben feljegyeztem, hogy ki volt az, aki beszélt. Szóval az első emlékmű az a zsidó hitközségnek az emlékműve. 1917. május 16-án a zaradi neológ zsinagógában dr. Vágbölgyi főrabbi volt az, aki celebrált azt az emlékező misét, amely az akkori, tehát az addig elesett aradi zsidók emlékére tartottak, avval, hogy ezt majd egy emléktáblán megörökítik. Erről írt az augusztusi, szemétel augusztusi szállával Piroska István egy olyan, hogy 49 szál gyertya, amely, vagy mécses, amely annak az első 49 áldozatnak, zsidó áldozatnak az emlékére gyújtottak meg, akkor a főkántor helyettes gyújtotta meg a
a mécseseket. Na ez volt az, amelyet Aradon először állítottak, aztán 78-ig felment a számukból a bevésett nevek száma 78-as. Volt Aradon egy olyan emlékmű, amelynek a létezéséről azt hiszem, hogy az legidősebbek tudnak, ez a mikelakai katonai temetőben lévő emlékmű volt, amelyet a Ceausescu időben lehet. Tehát a mikolakai katonai temetőben, aki tudja azt, hogy lényegében 1848-49-ben nyitották meg ezt a katonai temetőt, mivel a várban lévő temetőben már nem volt hely, és ide áthozták a halottakat, itt de volt eltemetve Hoviger Antal, a várnak a parancsnoka is, aki egy robbanás következtében halt meg. Itt temették el aztán Lenkei Jánost is 1935-ben nem, 35-ben már átvitték a régi temetőbe, tehát ott volt. Tehát ebben a temetőben, na most tessék megnézni, ez volt az, 1900, ha jól emlékszem, 78-ban ilyen módon számolták fel, végletlenül az egészen végig volt. Jó. Egyszerűen eltüntettek egy olyan emlékművet, amely azt gondolom, hogy páratlan volt. 1918-ban egy tartalékos főhadnagy készítette, a neve is megvan, mondom, lányos zavaromban otthon felejtettem, népfelkelő főhadnagy, aki műépítész volt, és ő készített el. Az, ennek a bizonyos műemléknek a talapzata a mai napig megvan a mikelakai iskola előtt, a turulmadár viszont úgy eltűnt, hogy emlékünk sem maradt róla. És a harmadik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, Aradon lényegében az első világháborús sírokról lehetne még beszélni, ott vannak végig, nem térek ki részletesen rá. Az első világháborúból a mai napig megmaradtak sírok. Kettőre szeretném felhívni a figyelmet. Az első a felső temetőben. Milyen Árpád? Cserépi Árpád, a huszár, ő volt az, aki kamionkánál vezett azt a híres huszárrohamot. Itt van, jelen pillanatig is még megvan a sírkertje. És a másik pedig az újjaradi temetőben van egy tábornok, a Natter Lobinger kriptában, Lobinger Viktor az első világháborúban még csak százados volt, és aztán a magyar hadseregben vitte a tábornoki rangig. Aradon van eltemetve, és úgy van eltemetve mindenütt, és úgy, hogy az első világháborús hős. Bevallom őszintén, az egész gyűjtés egy olyasmi volt, hogy voltak emberek, akik felajánlották az egész gyűjteményüket, hogy dolgozzam fel. Bevallom őszintén,
nem voltak olyan színvonalúak, hogy betegyem, úgyhogy inkább azt mondtam, hogy nincs hely, de ennél jóval több van, és ha belegondolok abba, hogy önök itten, ha összeadnák azt, amit az első világháborúból otthon őriznek, vagy a rokonok őriznek, akkor ennél egy irgalmatlanul vastagabb kötetet lehetne kihozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.